Siógádi Lányvárban egy új vállalkozás indult. Mi is ez pontosan? Ez itt a Leányvári Bistró és Fröccs Terasz. Itt a Savanya Pálinka Ház épülete előtt, ez azért valósult meg, mert hogy a Savanya Pálinka Házat ugye mi működtetjünk, édesapa volt az, aki 1986-ban elkezdett itt pálinkát főzni a Leányvárban, és akkor 2013-ban költöztünk el erre a területre, akkor épült az új pálinkafőzés, azóta ugye pálinkafőzéssel foglalkoztunk, de most ez a helyzet, ami kialakult itt a világban, arra kényszerítette bennünket, hogy egy olyan lépést megtegyünk, ami kicsit távol esik a pálinkafőzéstől, de azért mégis valamennyire hozzátartozik a mindennapjainkhoz, az pedig az, hogy a vendéglátásba belevágjunk, mert hogy nincsenek rendezvények, a pálinkakereskedelem is egy jelentős mértékben visszaszorult, és hát itt volt az ideje, hogy valami olyan foglalkozást kezdjünk elűzni, ami hoz is pénzt a konyhára. Szeptember közepe vége felé indultunk el, az azt jelenti, hogy szeptember 18-án. Nem hirdettük meg sehol ezt az egészet, viszont ugyanazt képviseljük itt is, amit a pálinkafőzésnél is, hogy ha jót ad az ember, akkor nincs is szükség a reklámra olyan nagy mértékben, mert hogy az emberek mennek és viszik a jó hírét ennek az egésznek. A vendégkörünk az napról napra növekszik. Azt tudom mondani, hogy duplázzuk a forgalmat hétről hétre, úgyhogy remélem, hogy ez a tendencia így folytatódik. Az, hogy bővülünk, ezt még nem tudom megmondani. Tervezzük mindenféleképpen. Az, hogy az étlapot bővítjük, ez az egyik oldal a dolognak, az biztos. Tehát a jövő héten is kijövünk egy új étellel, amit sokan kértek már. Úgyhogy a bővítés az benne van a pakliban. Mi a legkedveltebb étel, amit itt elkészítetek? Nagyon fontos az, hogy ennek az egész bisztrónak az egyik vonala az a szerb, vajdasági, horvát ételek. Az azt jelenti, hogy pieszkavicát és csevapot készítünk, emellett kézműves hamburgereket. A pieszkavica az messze menőkig az egyik legkedveltebb. Ugye háromféle húsból borjú, bárány és sertéshús, klasszikus módon, és ami nagyon fontos összetevője még ennek az egésznek, hogy egy eredeti bosnyák lepénnyel dolgozunk. Imádják az emberek, úgyhogy mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy jöjjön és kóstolja meg, mert tényleg nagyon nagy sikere van. És honnan jött ez az ötlet, hogy pont ezeket az ételeket fogod behozni ide, ami nem egy megszokott? Az én párom János, ő vajdasági, és ő hozta be a családunkba ezt az egészet. Mi megkedveltük azt a kultúrát, vagy azt az ételt, amit ők képviselnek, amit ők otthon készítenek, és így ez magától értetődő volt.